Török Ági vagyok. Szívós Károly. Színészek vagyunk a Kolibri Színházban. Van egy saját bábszínházunk, a Kereplő Színház, és tanítunk a Keleti István Művészeti Iskolában, és én még a Pázmány Péter Katolikus Főiskolán is, egyetemen, a drámapedagógiát. Szakon. Így van. Nagyon sok ős élményünk van, hiszen a báb az egy olyan műfaj, ami már nagyon több ezer éves műfaj, és mindig csak rácsodálkozunk egy-egy főképviselőre. Nekünk így már játszottunk, meg már tanítottunk, meg már mindennel el voltunk foglalva a báb ürügyén, és a Philip Genty társulat az, ami egy olyan szegmensét mutatja meg a bábnak, ami összefoglalja tulajdonképpen a művészeti ágakat. Tehát benne van a színészet, a mozgás, a zene, a képzőművészet, és ez tulajdonképpen egyik műfajnál se ennyire markáns, mint a báb művészetben, hogy így találkozunk az összes művészeti ággal ötvözve. Közös élmény volt ez egyébként, ez a francia bábos, és hasonlóan gondolkodik, mint mi a bábról, vagy erről az egész műfajról. Egyébként meg ilyen ősélmények eleve, tehát hogy hogyan is talál rá az ember arra, hogy bábos legyen, erre gondoltál ősélményként, nem tudom. Tehát hogy mindketten színészek akartunk lenni, és nyilván a sikertelen főiskolai vizsga után mentünk a bábszínházba, ahol viszont sikeresen felvételiztünk egy osztályba mind a ketten, és tulajdonképpen a bábozásra való rácsodálkozás volt ilyen ősélmény, hogy mi az, amit ebből ki lehet hozni, vagy ez milyen hatással tud ránk lenni. És az az érdekes, hogy személyiségfejlődés szempontjából is eléggé markáns a báb, ugyanis a belső énünk mindig valami mást hoz elő saját magunkból, és ez a rácsodálkozás a saját magunk tehetségére, vagy saját magunknak a megmutatására, ez végigkíséri az egész utat. Tehát aki egy komplexebb színészetet akar megkeresni, az itt megtalálja, hiszen ezt próbáljuk meg átadni a vendégeknek. Főleg azt, hogy erre a műfajra ismerjenek rá, vagy szeressék meg, ez az alapvető célunk az iskolában, hogy úgy ismertessük meg a gyerekekkel a bábozást, vagy a bábozásnak a gyönyöreit, hogy ezt egyáltalán hogy tudják hasznosítani az életükbe. Abszolút. Több is. Bölöni Kis István, nagyon kevesen emlékeznek rá, de hogyha olyan fogódzót mondunk, hogy ő volt a Mazsola, című kis bábfilmben, ő volt Manócska, akkor sokan be tudják azonosítani. Egy nagyon sok minden formát, sok minden eszközt mutatott meg. Nagyon sokat járt külföldön, és minden külföldi útján begyűjtött egy-egy bábot. És akkor ezzel a szenvedélyével tulajdonképpen rámutatott arra, hogy tulajdonképpen ez egy olyan játék, ami végigkíséri az ember életét, hogy hiszen a gyereknél is az van, hogy kezébe vesz egy tárgyat, egy bábot, azt mozgatja, animálja, életre kelti. És ez az életre keltésnek az öröme, ez végig van egész életünkben. És ezt tulajdonképpen tőle tanultuk. Igen. Egyébként a mi iskolánkban, a Bábszínháznál akkor 1000 évvel ezelőtt, 79-ben kezdtük el ezt az iskolát, ott nagyon-nagyon sok jó tanárunk volt. Tehát ugyanúgy a beszédet, a mozgást, az éneket főiskolai, akkor a színművészeti főiskolás tanárok jöttek ki hozzánk, és ők tanították, mert akkor még nem volt az egyetem. Nem is egyetem volt, hanem főiskola, de akkor még nem volt bábszak. Utána harcoltuk ki, hogy legyen bábszak is az egyetemen.
Hát így a tanáraink közül a Montág Imrét gondolom nagyon sokan ismerik, a Ligeti Mérike, ő a tánctanár volt. Simon Zsuzsa a mesterséget tanult. Színészmesterség. Tehát tulajdonképpen... Nagyon erős képzés volt akkor. Találkoztunk olyan személyiségekkel, akik megerősítették abban a hitünket, hogy ezt érdemes csinálni. Uh-huh. És fontosak voltunk nekik, mint ahogy nekünk is fontosak a gyerekek. És egy kicsit azért is jó, aki mi, mert minden tanár ugyanazt akarja, hogy ezt a kis csomagot, ami egy gyerek, azt kibontsa, és olyan helyzetbe hozza, hogy ő örömét lelje ebben a játékban, amit közösen végzünk.